Képzeljünk el egy napot a fejtetőnk fölött, és még egyet a homlokunknál, és még egyet a torkunknál. Érezzük, ahogy csodálatos, valódi fényből, valódi szeretetből van ez a nap. Érezzük és lássuk. És még egyet a szívünknél, és még egyet a köldökünknél, és még egyet a köldökünk alatt, négy ujjnyira körülbelül, elől is, de hátul is elképzelhetjük. És még egyet a végbélnyílás fölött, körülbelül 2-3 centire. A talpainknál is elképzelhetünk 2 napot, és mondhatjuk és elképzelhetjük, hogy állandó energetikai kapcsolatban vagyunk a föld anyaggal és a föld bolygóval. És most próbáljuk meg egyszerre látni ezt az összes napot, és egyszerre érezni. És most mondjuk, és akár magunkban, akár kimondva, és képzeljük el, hogy fénytest, tehát hogy az egész testünk valódi fényből, valódi szeretetből áll. Fénytest. Mondhatjuk akár azt is, hogy minden fénycsakra még előtte, és próbálhatjuk látni és érezni egyszerre, hogy nem csak ezek a csakrák, amikről beszéltünk, hanem az összes csakránk valódi fényből, valódi szeretetből áll. És utána mondhatjuk és elképzelhetjük, hogy fénytest, fénylélek, fénytudat, fényinkarnáció, itt már időben is, tehát a teljes inkarnációra gondolunk. És most még tovább megyünk, most fogunk beszélni magunkról. Szeretem magamat a fényt, szeretem magamat a szeretetet. Ezt mondogathatjuk és elképzelhetjük, érezhetjük, megpróbálhatjuk átélni, érezni, hogy a valódi fény vagyunk, a valódi szeretet vagyunk. A valódi Isten vagyunk. Ugye ez a végtelen valódi szeretet, valódi fény. És akkor itt már el is érkeztünk a következő szintre, ahol is az egység, az egységet éljük meg. Elképzelhetjük, hogy természetben vagyunk, vagy ténylegesen kimehetünk a természetbe, és ott végezhetjük ezt, az még jobb, hogy ott végig csináljuk ezt a fénycsakrák, fénytest, fénylélek, fénytudat, fényinkarnáció,
Szeretem magamat a fényt, szeretem magamat a szeretetet, és ha azt érezzük, hogy jöhet az a mondat is, hogy szeretem magamat az Istent, akkor azt is csinálhatjuk. Mindig figyeljünk az érzésre, hogy mi az, ami jó érzés, mi az, amit még be tudunk fogadni, amire készen állunk, és csak addig menjünk mindig. Majd magától úgy is történik a... Hát úgy szoknánk mondani, hogy emelkedés, de szerintem valami másik szót kéne kitalálni. Rezgés, szintemelés, illetve ébredezés. Ezek jobbak. Az emelkedés... Szóval én azért nem használom most egy ideje az emelkedés szót, mert a kulcsfontosságú, nagyon-nagyon fontos a Földhöz kapcsolódni. Kulcsfontosságú. Sokszor mondtátok nekem régebben, nem törődtem ezzel, most egy éve már törődök, és látom, hogy nagyon-nagyon fontos a földelés. Tehát a kapcsolódni a föld anyaghoz, a föld bolygóhoz, a gyökércsakrával foglalkozni, a pénzzel foglalkozni. De mióta megszületett ez a tested, használod a pénzt. Ha tetszik, ha nem. De akkor már szeressük, és tanuljunk vele, tanuljuk meg bölcsen használni. Bölcsen. Erre van valószínűleg sok könyv, meg sok videó, meg cikk, meg hanganyag. De visszatérve most az egységhez, és igazából itt látjuk, hogy minden kapcsolatban van mindennel, mert hát ugye a gyökércsakra, a föld anyag, és akkor most, ahogy megéljük az egységet, ugye természetben, nagyon jó, hogyha természetben leülünk, még jobban lefekszünk a fűbe, vagy folyóparton a homokra, vagy kavicsokra. Én ezt szoktam csinálni, amikor a hőmérséklet megfelelő ehhez. Sokszor csináltam. Tehát leülni, lefeküdni, levettem a cipőmet, levettem az oknimat, úgy ültem, úgy álltam természetben. Nyugodtan egy parkban is megcsinálhatod, hogyha mondjuk valaki egy nagyváros közepén dolgozik, irodában. Legalább annyit tegyen meg, és tényleg nagyon sokat tesztek ezért, ezzel magatokért, és hogyha magatokért tesztek pozitívan, akkor az egész emberiségért tesztek igazából, mert kapcsolatban álltok velük. Tehát ha más nem, akkor 5 percre ott a parkban, a város közepén sokkal jobb, mint a semmi. 5 percre menjél ki a parkba, menjünk ki, és öleljünk meg egy fát, üljünk le a fűbe, vegyük le a cipőt, zoknit, álljunk ott egy helyben, vagy járkáljunk a fűben, vagy feküdjünk le. Figyelj, lehet, hogy valaki rád néz 1-2 másodpercre, de hidd el, hogy az emberek magukkal vannak elfoglalva, nem veled. Úgyhogy nyugodtan, bátran csináld azt, ami neked jó, és lehet, hogy követni fognak ebben, és aztán később már látod, hogy mások is csinálják. Szóval... Hát csak zárójelbe annyit, hogy ugye az egyik véglet, hogyha valaki csak az anyagi dolgokkal foglalkozik, a másik véglet az, hogyha csak a
szellemi dolgokkal foglalkozik, és e között két szélsőség között van az arany középút, és igazából ez az egyetlen jó, most ez jött, hogy ezt mondjam. Tehát, hogy egyszerre foglalkozni, együtt foglalkozni a szellemi és az anyagi dolgokkal, a fenttel és a lenttel, a mennyországgal és a földdel, a valódi éneddel és a testeddel, összekapcsolni az eget és a földet. Tehát más szóval az összes csakrát jó állapotban tartani, optimális, harmonikus állapotban. Ugye, tehát a gyökércsakrához tartozik ugye a föld, a pénz, a biztonságérzet, a bátorság, a stabilitás, és tehát mióta van testünk ebben az inkarnációnkban, használjuk az anyagokat, állandóan ugye lélegzünk ki be, tehát ezzel is ugye ezt az anyagot, a levegőt használjuk, stb. Stb. Tehát folyamatosan használjuk az anyagokat, a pénzt, és akkor már szeressük ezeket, és töltsük fel szeretettel, fénnyel. Zárója bezárva, tehát akkor képzeljük el, vagy menjünk ki a természetbe, képzeljük el, hogy ott vagyunk, és akkor ezt a fénycsakrák, ezen menjünk végig, és fénytest, fénylélek, fénytudat, fényinkarnáció, szeretem magamat a fényt, szeretem magamat a szeretetet, szeretem magamat az Istent, akinek ez is belefér a tudatába, vagy hogy mondjam, és hát ez ugye az Iste én, az Iste én, ahol igazából már az én az bizonyos értelemben eltűnik, tehát nincs egy ilyen nincs, hogy mondjam, na mindegy, ezt nem nagyon tudom megfogalmazni, másféle én érzet van ilyenkor, mint egy emberi én tudatban. Nincs az a, hogy mondjam, nem annyira körülhatárolt, nem annyira kemény az az én. Nincs egy ilyen. Tehát eltűnik ez a én és te, tehát ez a külön választottság. De ezek most csak szavak, és aki igazából nem érte ezt át, annak lehet, hogy még jobb is, ha nem is mondok ilyeneket, mert inkább próbálja meg átélni. De igazából ugye, ha valaki már ide jut, hogy ezekkel a dolgokkal foglalkozik, vagy ilyen dolgokkal, hogy egység, stb. Igazából ugye ezt erről jobb nem is beszélni annak, aki még ott tart, hogy de az is rendben van, hogy ott tart, hogy csak az anyagi dolgokkal foglalkozik. Ugye az is egy szint. És akkor ugye utána következik az a szint, egy magasabb szint, hogy mondjuk elkezd légző gyakorlatokat végezni, vegetáriánus lesz, elkezd sportolni, és a többi. És akkor egy még magasabb szint, hogy elkezd reikizni, meditálni. Fénymeditálni, és a többi elkezd ilyen csakra meditációkat csinálni, és aztán még magasabb szint ez a fénytest, aztán még magasabb szint a fénylélek, fénytudat,
fényinkarnáció, és akkor még magasabb szint ez a, hogy szeretem magamat a fényt, szeretem magamat a szeretetet, vagy ha valakinek ez sok, akkor szeretem magam, fény vagyok, szeretet vagyok, de ha valakinek az is már az is, az is már jó, vagy hogy mondjam, arra is kész már, hogy ezt élj át, hogy a fény vagyok, a szeretet vagyok. Ugye itt már ez a, hogy mondjam, feloldódás, vagy ez a egység, vagy ez a Isten tudat, vagy ki minek nevezi, megjelenik, ahogy Jézus mondta, hogy a legszentebb ima az, hogy Isten vagyok. És itt ugye, tehát ez csak így érthető, számomra legalábbis csak így értelmezhető, hogyha a valódi fényről, a valódi szeretetről beszélünk. Tehát itt nyilván, hogy energiáról van szó. Tehát minden Isten, minden szeretet. És ez vagyunk, és itt már a határvonalak eltűnnek, vagy elmosódnak. Már az is egy nagyon jó, és ha valakinek ez a megfelelő szint, akkor ezt próbálhatja, hogy már elmosódottabbnak látja meditatív állapotban, képzeli el meditatív állapotban a határvonalakat. Tehát például ott ül a folyóparton, és akkor mondja ezt, hogy fénytest, és mondja azt, hogy mondjuk fényföld, fényfák, fényvíz, fényfolyó, fénylevegő, és akár azt is, hogy szeretet, test, szeretet, föld, szeretet, víz. Ugye ugyanaz, ha azt mondom, hogy fény, szeretet, Isten. Ez az én számomra, én ugyanarról beszélek. Csak hogyha azt mondom, hogy valódi fény, akkor a látványáról beszélek. Ha azt mondom, hogy valódi szeretet, akkor a érzéséről beszélek, bár itt kevesek már a szavak ahhoz, hogy kifejezzem azt, amiről beszélek. És ha azt mondom, hogy Isten, én ugyanezt értem ezek alatt. Tehát ugyanazt értem. Az Isten, a fény, a szeretet alatt. És amikor ezt így elmondjuk és elképzeljük ott a folyóparton, hogy ugye itt minden fényből, szeretetből, valódi fényből, valódi szeretetből áll, akkor már így láthatjuk, vagy akár érezhetjük valamennyire, hogy a határvonalak elmosódnak. Nem annyira, hogy mondjam, tehát van egy kis kapcsolat, tehát ilyen elmosódottabbak a határvonalak. És ugye, tehát mindig csak addig menjünk, amíg még egyszer mondom, amire azt érezzük, hogy most készen állunk, ez jól esik kimondani, ez jól esik érezni, és lehet, hogy az egyik nap el tudunk addig jutni teljesen nyugalomban, hogy akár addig, hogy az Isten vagyok. Másnap, következő nap már nem. Tehát, hogy minden nap más, és más dolgok történnek, stb. Más állapotban kezdünk el meditálni akár, tehát ebben is legyünk magunkkal türelmesek és megértőek, hogy mikor mi az, ami
sikerül, mi az, ami jól esik, mi az, amire készen állunk. És ugye remélem, hogy azért nem kell mondanom, hogy teljesen más az Isten képem, hogy így mondjam, mint a vallásoknak, mint a... Bár hát ugye itt is ugye, tehát Jézus, amit tanított, az teljesen más, mint amit az egyház tanít. Tehát ugye a vallások azok idővel változnak, tehát, és ez le is van jegyezve történelemben bizonyos vallásoknál, hogy mikor mit változtattak rajta, és ezt el is ismerik. Tehát, hogy például ugye a kereszténységben, hogy voltak zsinatok, na zárója bezárva, tehát hogy nyilvánvaló nem egy ilyen kaporszakállas, emberszerű Istenre gondolok, hanem a valódi fényre, a valódi szeretetre. Én ezt így tudom mondani igazából, de megint az van, és hát remélem, hogy csak az nézi meg, vagy hallgatja meg ezt a videót, aki már mondjuk 10 éve meditál, de hogyha még soha nem meditált, de eljutott eddig ebben a videóban, akkor valószínűleg valamilyen mértékben készen áll erre. Lehet, hogy nem mindenre, ami elhangzik ebben a videóban, de arra már valószínűleg, sőt biztos készen áll, hogy elinduljon ezen az úton, ha szeretne. Tehát arra azon az úton, amiről beszéltem. És hát ez nekem az elmúlt 10 év, ugye 10 évvel ezelőtt léptem erre az útra, úgy igazán, előtte voltak már bizonyos dolgok, de tehát 10 éve meditálok. Ez az 10 év, ez nekem egy ilyen hullámvasút volt, tehát a legnagyobb magasságoktól a legnagyobb mélységekig. Egy napon belül is, egy órán belül is, sőt, 10 percen belül is, vagy 5 percen belül is előfordul, bár az már az azért nagyon ritkán, de tehát ezért van az, hogy vannak magas szintű videóim, meg vannak alacsony szintűek is. És hát töröltem is sok videómat, de biztos, hogy maradtak olyanok, amikben hát nem magas szintű dolgokat mondtam. Úgyhogy azért is csináltam például azt a videólistámat, hogy legfontosabb videóim című videólistám a YouTube csatornámon megtaláljátok, tehát azt ajánlom. Tehát főleg, hogyha most ezt a videót meghallgattad eddig, akkor csak azt, tehát neked csak az való. Azok, hát nem garantálom, hogy mindegyik magas szintű, nem tudom, nem néztem meg újra. Valamikor beraktam oda azokat a videókat, abban is szelektáljál, tehát válogass el, hogy mi az, ami neked a legjobb, melyek azok a videók. Illetve ezen kívül a fénymeditációk című videólistámat ajánlom, tehát ezt a két videólistát nézzed, hallgasd, ha szeretnéd, természetesen. Mert nyugodtan, bátran menjél mindig azon az úton, amiről úgy érzed, hogy most neked az a legjobb. Tehát lehet, én személy szerint jónak tartom ezt. Van, aki nem tartja jónak, hogy így váltogatni a mestereket, úgymond. Én senkit nem tartok a mesteremnek, és nem is tartottam. Volt, hogy egy ideig mesternek neveztem valakit, mert ő ezt tanította, hogy ez a jó, hogy nevezzük őt mesternek, hát jó van. De egy kocsmából kieső részeg embertől is lehet tanulni, aki tehát mindenkitől lehet tanulni. Ha más nem, akkor azt, hogy
hogyan ne csináljuk a dolgokat, vagy milyenek ne legyünk. Mindenkitől és mindentől lehet tanulni. Én ezt csinálom. Én tőletek is nagyon sokat tanultam. Tehát aki, és szerintem ez az egyetlen jó. Tehát ha gyorsan szeretnél fejlődni, sokat szeretnél, és ugye a fejlődés az igazából, tehát nincsen vége, tehát majd ha már tudsz univerzumokat teremteni, akkor lehet, hogy azt mondod, hogy jó van, elég volt a fejlődésben, de addig lehet, addig van mit tanulni, és van hol fejlődni, tehát hogy, és így lehet a leggyorsabban, hogy nyitottak vagyunk, szelektálunk, tehát nagyon fontos, hogy azért megválogassuk, hogy kivel töltünk időt, milyen e-mailre válaszolunk, mire figyelünk, mire szánunk energiát, figyelmet. Nagyon fontos. Nagyon fontos. Mert ugye vannak dolgok, információk, emberek, stb., amik lefelé húznak, és vannak, amik fölfele húznak. Ez nagyon fontos. De az nem azt jelenti, hogy ne tudnánk tanulni. Mert mondom még egyszer, látunk egy részeg embert, akkor az egyből egy tanítás a számunkra, hogy na, mi nem szeretnénk így lenni, tehát akkor kerüljük az alkoholt, kerüljük az olyan embereket, akik isznak alkoholt, kerüljük a szórakozó helyeket, kocsmákat, stb., ahol fogyasztanak alkoholt, mert lehet, hogy van olyan szórakozó hely, ahol nem fogyasztanak, nem tudom. Sőt, biztos, hogy van a földbolygón olyan szórakozó hely, hogy gitároznak, énekelnek, nincs alkohol, nem éjjel csinálják ezt, hanem délután, meg este, stb. Tehát, hogy de mindenkitől lehet tanulni. Na jó, befejezem ezt a videót. Teljesen más videókészítés volt a terv, úgyhogy ez mind így jött, amiről beszéltem. Tapasztalatomról beszéltem egyébként, csak az jött, hogy mikor, miről beszéljek. Tehát teljesen más volt a terv, hogy miről fogok beszélni ebben a videóban. De hát biztos, hogy ez a jó. Most erről beszéltem, nem baj, ha nem minden érthető, amit ebben a videóban elmondtam. Már eleve az, hogyha rákattintottál erre a videóra, meg hát főleg, hogyha eddig eljutottál benne, akkor azért azt mondanám, és ezt most nem ego növelésből mondom, hanem én jónak tartom azt, hogy igenis legyél büszke arra, amit elértél, és magadban, tehát értékeld magad, becsüld magad, tiszteld magad, szeresd magad, ez más, mint a beképzeltség, vagy az egoizmus. Tehát én ezt teljesen két külön dolognak látom, és állítólag a fényangyalok is abszolút ebben egyetértenek, tehát az nagyon fontos. És igen, most úgy látom, hogy bólogatnak, rendkívül fontos ezt, hogy szeresd magad, tiszteld magad, értékeld magad, értékesnek tartsd magad, és az, hogy egy ilyen videót meghallgatsz, ez azt jelenti, hogy a földi emberiségből a egy milliómod részben benne vagy, aki legmagasabb szinten van. És ehhez most nem kell, hogy valaki ettől elszálljon, vagy mit tudom én mi, ez egy tény. Ettől még én is van, hogy nagyon alacsony szintű megnyilvánulásom van, vagy inkább múlt időben mondom, mert ugye most ez a pillanat van. Minden, ami eddig volt. Tehát biztos, hogy ma is volt valami alacsony szintű megnyilvánulásom. Ez van, most ilyen hullámvasút van 10 éve, majd egyszer remélem, hogy bízom benne, hogy beállok ilyen magas szintre, és ott is maradok. De, és lehet, hogy te is így vagy, hogy van ilyen hullámvasút, de
De tudd azt, hogy óriási utat jártál be, és óriási dolog már, hogy itt vagy. Tehát, hogy most gondolj bele, hogy most van, aki még ott tart, hogy csak az anyagi dolgokkal foglalkozik. És az se baj, mert most ez ugyanúgy nem baj, ha valaki csecsemő, érted? Tehát azért nem nézzünk le valakit, mert csecsemő. Az is egy életszakasz. De nyilvánvaló, hogy az, aki már, mit tudom én, egy egyetemet elvégzett, azért az bizonyos szemszögből magasabb szinten van, jó, más szempontból meg nem, de lehet, hogy most ez nem a legjobb példa. De az, hogyha valaki, mit tudom én, 5 éves, igaz, azért az is egy életszakasz, meg az is, hogyha 50 éves. Na. Tehát, hogy mondtam ezt az utat, hogy először, mit tudom én, elkezd valaki sportolni, az is egy óriási lépés, hogy elkezd máshogy táplálkozni, stb. És hogyha már ilyen magas szintű dolgok, hát szerintem ezek a legmagasabb szintű dolgok, tehát hogyha már arról beszélünk, hogy egység, meg tényleg így a végtelen szeretetnek éled meg magadat, szerintem ez is vagy ténylegesen. Én abszolút ezt én valóságosabbnak érzem. Amikor azt tapasztalom, hogy a valódi fény, a valódi szeretet vagyok, én azt a valóságosabbnak tapasztalom, mint azt a mobilt, amivel most ezt felveszem nektek. Mint ezt a testet, mint a tárgyakat, fizikai dolgokat. Számomra ez tapasztalat, az valóságosabb. Ha a tapasztalatomnak hiszek, valóságosabb a valódi fény, a valódi szeretet, és az, hogy ez vagyok én, mint a fizikai dolgok.